Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözöllek a csatornán. A szemem nem attól vörös, hogy sírtam, hanem hajat mostam, és olyan még soha nem volt, hogy nekem a sampon nem ment volna a szemembe, és olyan sampon sem létezik, ami ne irritálna a szemem, de egy óra múlva ez a piros irritáció ez el fog majd múlni, és akkor visszáll a szememnél a régi rend. Látjátok, itt még nedves a hajam, meg jó nagy lenövésem is van, és majd be kéne festeni a hajam, csak már nyaralásig nem szeretnék kétszer hajat festeni, ezért még egy kicsit tolom az időt, hogy egy picivel később festem a hajamat, és most így elviselem. Vasárnap van, Gabi dolgozik, tegnap kezdte meg a szokásos 6 napját, most éppen délutános. Én feljöttem a kutyával, zuhanyoztam, hajat mostam, pakoltam még itt a konyhában, még majd fehér nemüket hajtogatok, és akkor azokat el fogom pakolni. Bence egy kicsit sportolt, ő is most már följött, leült laptopozni, ő ilyenkor szokott egy német sráccal beszélgetni, akivel így együtt szoktak játszani. Bocsánat, de innom kell, és bele fogok inni itt ebbe a flaskába. Hát, hogy elindult a parlagfű szezon, és amikor kimegyek, akkor utána, amikor fölmegyek, vagy akárhova is elmegyek, olyan rekedtség jön rám, hogy az valami őrület, állandóan rám jön a tüsszögés, orr irritáció, tehát viszket az orrom, viszket a szemem, tehát mindenféle bajom van, és természetesen szedek antihisztamint, ezt azért hozzá kell tenni, de hát beütött a parlagfű szezon, úgyhogy most egy darabig ez lesz, és hát nagyon sokszor ugye a torkom is elkezd viszketni, sőt, ma kimondottan fájt a torkom. Szerintem a parlagfűtől, de ez nem biztos. Igen. Melegítesz kettő szeret pizzát? Azt vagy csizol? Aha. Jó, mindjárt melegítek neked, jó? Oké, mindjárt vissza. Szóval Bencuska hamarosan vacsizik, meg én is most már hamarosan vacsorázni fogok. A mai napon ő neki pizzát készítettem. Hát most már nagyon diétakompatibilisan készül neki a pizza, tehát most már ő neki is ugye számolom a kalóriát, számolom a szénhidrátot. Hát ez van, 2 pizzát sütöttem, az egyiket megette egy részét ebédre, másik részét uzsira, most még a holnapi pizzájából fog enni, és akkor azt vacsorázik belőle, 2 szeletet, 6 szeletre szoktam vágni egyébként, és akkor holnap is tud majd belőle enni, akkor meg lesz neki az ebéd, meg holnap reggelire van neki sajtos rúc, diétakompatibilisen készül, meg tegnap fosztos kalácsot sütöttem, és hát abból is van még, azt meg is tudom nektek mutatni, mert itt hagytam a konyhaasztalon. Hát, hogyha Bence azt kér vacsizni, de akkor ezek szerint nem. Szóval ilyen szép foszlós lett. És ez teljesen diétakompatibilis, ez a kalácska, látjátok? Ilyen gyönyörűséges lett. Egy bajom van, hogy szemmértékre csinál, vagyis hát na, nem egészen szemmértékre, mert nyilván számolja az ember, de hogy úgy konkrétan, hogy mennyi folyadékot tettem hozzá, az nincs fölírva, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is ilyen jóra fog sikerülni ez a kalács. Mert hogy öntöttem bele valamennyit, és akkor még kellett önteni, tehát nem készültem arra, hogy ez, hogy ilyen jól fog sikerülni, és a receptet felírjam magamnak, hát kár volt. Nem szoktam egyébként így igazán foszlós kalácsot sütni, de Bencének nagyon-nagyon bejött, úgyhogy biztos, hogy többször kell majd készítenem. Na és akkor Bencének ugye pizza volt az ebéd, húslevesünk az volt maradék, és mi pedig, mi az hamburgert tettünk, mert a héten eszembe jutott a hamburger, és akkor úgy mondtam is, hogy olyan rossz, hogy tehát ugye nem mehetek be valahová, és akkor venni magamnak egy tök fincsi hamburgert, amit elgehetek. De hát ez van, jó, hát elkészítem magamnak, úgyhogy délelőtt sütöttem 3 hamburgerbucit, diétakompatibiliset, egyet magamnak, 2 a Gabinak, meg kenyeret sütöttem magamnak, meg Gabinak sütöttem még 2 ilyen rudacskát, és akkor azt hát így feltekertem, tettem, megkentem sajtkrémmel, magyaros sajtkrém volt itthon, azzal megkentem, és akkor tettem bele még ilyen száraz szalámit, amit a kifli.hu-ról rendeltem, meg egy kis trapista sajtot, és akkor feltekertem, és azt vitte délutánra magával, úgyhogy ő neki az lesz majd
Akkor, ja, vagy hát igazából megette, mert amikor sétáltattam a kutyát, akkor vacsorázott éppen, és akkor telefonált. Úgyhogy ez volt így a mai ebédünk. Nagyon jól sikerült a hamburger, ugye ott a húst is én magam készítem. Hát annyi szépséghibája, hogy sertéshúsból volt, most az volt itthon. Hát én jobban szeretem, amikor csak marhahúsból készül, vagy esetleg vegyes, sertés és marhahúsból, de hát sertésből ugyanolyan jó. Jó sok paradicsomot, jó sok salátát ettem hozzá, csemegeuborkát, cukormentes csemegeuborkát, meg mi volt még? Ja, meg lila hagymát. Úgyhogy nagyon-nagyon finom volt. Tényleg nagyon-nagyon jól esett, hát meg is piszkált a hagyma egy kicsit a gyomrom, de hát aztán túlestem rajt. De hát, aki nem bírja a szántást, ne szántson, tudjátok, azt szokták mondani, de hogy nagyon-nagyon finom volt. A Bencével voltunk a héten a dietetikusnál, ezt mondtam nektek, hogy ő nála is kiderült ez a inzulin rezisztencia, vagy hiperinzulinémia tulajdonképpen. Mindegy is az endokrinológus hiperinzulinémiát írta lapjára, a kezelési módja ugyanaz neki, mint az inzulin rezisztenciának. Nagyon pozitív élmény volt, nem magánrendelésen voltunk, hanem a rendelőintézetben, és a dietetikus hölgy annyira kedves és aranyos volt, én elmondtam neki, hogy egy éve ezt a diétát csinálom, ismerte ezt a Facebook csoportot is, ami alapján én ezt a speciális diétát folytatom, és elmondtam neki, hogy Bencénél milyen változásokat eszközöltem már. Nagyon pozitív volt a hozzáállás, úgyhogy mondta, hogy folytassuk így tovább. Nem is adott étrendet nekünk, hát mondta, hogy amit csinálok, azt mindent jól csinálom. Hát őszintén elmondtam neki, hogy ugye Bencénél van egy nagyfokú evés zavar. Ugye tavalyi évben egy csomó pénzt ráköltöttünk arra, hogy járjon a Bence pszichológushoz, mert én nem tudtam vele már mit kezdeni, tehát bármit csináltam, nem tudtam a helyzetem változtatni, és eljár pszichológushoz, hát sokat ő sem tudott változtatni a helyzeten, de azt végül is elértük, hogy megkóstol ételeket, és mondjuk nem undorodik, és ők rendezik tőlük, és már ez is egy pozitív dolog volt, mondjuk azért elég sok pénzbe került. Na mindegy, lényegtelen, tehát most a gyerekére az ember nem sajnálja a pénzt. Úgyhogy nagyon pozitív volt a hölgy, ő nem mondta azt, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy a Bence zöldséget egyen, tehát ezeket így nem mondta, azt mondta, ha levesnek ő csak a levét eszik, meg akkor egye meg a leveslevét. Gyümölcsből a Bence egyesegyedül most a dinnyét eszi meg, a görög dinnyét. Az egyik legrosszabb választás a diétánkban, a görög dinnye, ugye nagyon magas a cukortartalma. Viszont azt mondta, hogy ha ez a gyerek csak azt teszi meg, akkor egyen meg mondjuk egy uzsonnára, húzzák a görögdinnyét, és egyen mellé 3-4 szem korbovit kekszet, hogy lassuljon a felszívódása neki. Tehát teljes pozitív hozzáállással volt, és ez nekem annyira jól esett, hogy nem az volt, hogy most letépi a fejünket, hogy most ezt így kell csinálni, úgy kell, amúgy kell, hanem tényleg ő rajta azt látom, hogy úgy halad a korral. Tehát valahol még ilyen 10-20 éves diétás lapokat adnak, és ezt onnét lehet tudni, mert hogy rajta van a dátum az alján. Tehát, hogy még mindig azokat fénymásolják, és azokat adják, és tele van cukorral, meg pépesített étellel, meg fehérlisztekkel. Ezeket itt teljesen kivontuk Bencénél is, elfogadó, ugye megvesszük a kamut lisztet is, ami azért nagyrészt hasonlít a fehér lisztre, úgyhogy azért nagyon jó ételekkel látom ám előtt, tehát nem kell aggódni neki, hogy éhe hal. Annyi, hogy csokit nem hajlandó enni. Ugye vannak diétakompatibilis csokik, ezek hozzáadott cukrot nem tartalmazó, akár fehér csoki is van tejcsoki, mondjuk én, ha eszem, akkor egy-egy kocka étcsokit, tehát sokkal inkább azt. Meg én szoktam rendelni ugye a Nix termékeket, és ott nagyon jó diétakompatibilis csokik vannak, akár ilyen Mars szelet utánzat, akár a Snickers utánzat, ami Bencének nagy kedvence volt, és nem akarja azokat sem megenni. És akkor mondtam ott a hölgynek, hogy azért nyugtassa meg, legyen szíves Bencét, hogy csoki tehet diétakompatibiliset, és mondta neki, hogy igen, Bence, egyél csokit. Tehát anya azt tudja, hogy te mit ehetsz, és mennyi tehetsz, kiméri neked, és azt tedd meg nyugodtan. Tehát, hogy ebben egy kicsit olyan elvetemült a Bence, mint én vagyok, hogy nagyon szigorúan fogja magát, de kell a csoki. Hát főleg ő gyerek, meg egy idő után belefáradsz
abba, hogy megmondsz magadtól sok mindent. Most egyébként én magam is lazábra vettem a gyeplőt, így önmagammal szemben. Ugye én azt a célt tűztem ki magamnak célul, hogy én fogok fogyni 30 kilót egy év alatt. Ez megtörtént már, ez a 30 kiló, nem most a napokban, hanem mondjuk, mit tudom én, egy ideje. Kicsit többet is eszem kalóriában, mint szoktam, tehát nem 1400, hanem mondjuk olyan 1600 kalória, mondjuk változó, valamelyik nap többet, valamelyik nap kevesebbet, tehát ez változó. Ma például sem, tehát az 1400-at sem fogom elérni, de hogy van olyan nap, amikor többet eszem, hízni nem hízok, tudom tartani a súlyom, úgyhogy majd szeptemberben fogok belevágni az újabb következő kihívásba. Hát ott a következő évre 20 kilót irányoztam elő magamnak, mondjuk az biztos, hogy sokkal nehezebb lesz, mint ez az első 30 kilót, tehát ez azért nem volt nekem olyan nagyon-nagyon vészes dolog, de örülök neki, hogy összejött. A ruhatárammal vannak problémáim, ki kéne szanálnom a ruháimat, és annyira hülye vagyok, hogy tavalyi nyáról van egy csomó tök szép ruhám, és nem is voltak olyan nagyon olcsó ruhák, tehát némelyik darab, és nem adtam el őket. Mert hogy attól félek, hogy mi van, hogyha vissza fogok hízni, és akkor az a ruhám már ott lesz. De azért azt is gondolom, hogy nyilvánvalóan, hogyha eljutottam eddig, és megszoktam ezt az étkezést, meg hogy ennyit eszem, ilyet eszem, hogy nyilván nem fogom visszahízni azt a 30 kilót, tehát simán eladhattam volna a ruháimat. Aztán vannak olyan ruháim, amit úgy tartogattam, imádott ruháim, hogy ebbe majd belefogyok, csak hogy az mondjuk okés lett volna olyan, mondjuk 18 kilónál az a ruha, akkor nem vettem elő, hát most meg nem tudom fölvenni őket, és azokat is nyilván el lehetne adni. De nem nagyon merem, tehát egy kicsit ettől félek, holott azt is tudom, hogy nem lenne baj, hogyha eladnám őket, na mindegy. De hát ez van, annak viszont nagyon-nagyon örülök, hogy van olyan ruha, ami L-es méretű, és meg tudom magamnak venni. Tehát azért ez egy ilyen tök boldogsággal tölt el. Na de most már nem dumálok többet, mert szegény Bence éhezni fog, úgyhogy ő neki viszem a vacsit, meg én is valamit vacsorázom majd, valamit kitalálok magamnak. Aztán megszárítom a hajam, elpakolom még a fehér nemüket, összehajtom, elpakolom, és akkor körülöm rendbe teszem, és estét lehet csapni, hála jó Istennek. Ez is eljött, és kezdődik a következő hajtós hét. Legyen nagyon-nagyon szép jövő hetetek. Aki nyaral, ő pedig nagyon jól érezze magát, nagyon-nagyon jól, és pihenjen sokat. Sziasztok! Ja, és a legfontosabb, amit nem mondtam, a videó következő részében, ott pedig egy penny vásárlást láthattok, 30-án voltunk a Pennyben, tehát amit én mondok, hogy most akciós, ez nyilvánvalóan ugye már nem akciós, tehát ott volt egy akcióváltás, de mi nagyon jól be tudtunk vásárolni, csak nem került fel a videó, úgyhogy a következő részben majd azt látjátok. Sziasztok! Na, lássuk is itt az első adagot. Fégsütemény félét, nem vettünk, csak három sajtos csigát, Gabi ezt éjszakára elviszi majd dolgozni. Aztán egy sali keverék. Én szeretem ezeket a saláta keverékeket, mert nem mindig fogy el a jégsaláta, és akkor még ez így mindig jobb, mert ezt mi vacsira simán megesszük Gabival. Ez olyan, nem tudom, 10-15 deka, hát ezt simán megesszük, majd felturbozom még egy kis uborkával, egy kis paradicsommal, úgyhogy ez nagyon jó lesz, majd egy öntet lesz hozzá. Hát itt nedves az asztal, mert hogy megáztunk. Aztán van itt laktózmentes tejföl, ugye Bencének többször sütök, és ahhoz van. Én nagyon szeretem ezt az alma körte hozzáadott cukor nélküli tarka joghurtot, most 2 vettem magamnak. Nem igazán eszem ilyen tejterméket, de ez nekem nagyon finom. A régi Danon almás joghurtra hajaz az íze, és én azt nagyon szerettem, de hát az már, nem tudom, vagy 20 éve nem kapható, de még mindig emlékszem az ízére. Aztán zsírszegény tehéntúról 2,25 dekásat hoztunk. Hát olyan árban volt, mintha vennénk egy fél kilósat. Nekem egy kefir. Aztán egy Venus Light sós margarin. Most ez akciós volt,
elég jó áron jutottunk hozzá. Aztán szintén akciós a Sisi Trapista. Hoztunk egy 70 dekásat, hát nem nagyon esszük meg ezeket a tömb sajtokat, inkább sütéshez, főzéshez használom, viszont ma lángos lesz az ebéd, és ahhoz majd ez kelleni fog nekem. 2 laktózmentes trapista Bencusnak, ugye sok fogy pizzára, akkor, hogyha bagettet készítek, akkor alapvetően a tésztájába is, vagy hát nem is a tésztájába, de hogy bele, mielőtt felcsavarom a tésztát, teszek bele, meg a tetejére, úgyhogy elég sok fogy. Egy téglamargarin, ez a fél kiló, ez annyiba kerül, mint egyébként a ligából a 25 dekes, és ugye ez ugyanúgy nem tartalmaz semmiféle tejszármazékot. Szintén akciós a Penny-ben ez a Gouda sajt, 2700 forintba kerül az 1 kiló. Nálunk ez így jobban fogy, és amikor marad belőle, akkor én el szoktam csomagolni, mégpedig úgy, hogy sütőpapírt vágok fel ekkora kockákra, mint maga a sajt, és akkor teszek egy szelet kocka, egy sütőpapír, egy kocka, egy sütőpapír, és akkor azt úgy le lehet tök jól fagyasztani, nem fognak összeragadni, amikor az ember kiveszi a hűtőből. Na, és akkor jön a rengeteg felvágott, mert hogy tényleg rengeteg felvágottat vettünk most. Kedvenc sertés párizsink, ez a Pritamin paprikás, ezt a Pig gyártja. Penny-ben nagyon meg kell most már nézni, mert hogy régen a dárdás és a karát az nagy általánosságban a Pig készítmény volt. Na hát most már nem. A dárdás az maradt a Pig, itt meg tudom nektek mutatni, hogy itt a Pig a gyártója, tehát ez olyan, mint a Pig párizsi, amit megvesztek, csak az ugye drágábban veszitek meg. Ebből vettünk 3-at. Aztán van itt karát ínyenc pulykamel sonka, ezt pedig a kigyártja, ezen nincs is rajta, hogy kigyártja, de ez finom egyébként, ez jó fajta. Ebből is vettünk 2-3-at, egy csomaggal megy ma már a lángosba, mert hogy töltött lángos is lesz, és vettünk pokolt szalámit. Na ezeket nagyon meg kell nézni tényleg, mert valami már cseh gyártmány, és nem olyan finom. A Gabi nagymamájától kaptunk 2 csomag ilyen felvágottat, paprikás szalámit, és azért nem a mi hagyományos paprikás szalámiknak az ízét hozza. Úgyhogy én megnéztem, és mondtam a Gabinak, hogy csak akkor vesszük meg, hogyha ezt a Pig gyártja, és én valahol meg is találtam rajta, hogy ezt a Pig gyártja, igen. Ja nem, Gyula, igen, ez Gyulai, tehát Gyula Hús Kft. Tehát ez olyan, mint a gyulai kolbász, tehát azt a minőséget fogja hozni nekünk. Úgyhogy ebből vettünk. Aztán van itt virsli, most már a dárdásnak is van ez a virslie, amit régen csak a Lidl-be szoktunk venni, aztán megjelent a Tesco-ban is, ez a 75 dekás, magas hústartalmú virsli, 83%-os hústartalommal van. Aztán van itt egy marosz szalámi, és ezt viszont tudom, hogy a Pig gyártja, mert hogy megnéztem ezt is, és azt tudom, hogy ez is akciós jelen pillanatban a Penny-ben. Egy baromfi rúd, ez a kutyáé lesz. Igen, a kutyának vettük. És vettünk 3 darab sertész szüzet. Most ez 2700 valahány forint akciósan. És képzeljétek el, hogy azért mertem húst venni, mert ahogy kinyitottuk a hűtőt, árad belőle a hideg. Ugye én már jártam meg csirkehússal a Penny-ben, hogy büdös volt, és agyon mosogattam, amire egyáltalán a kutyának hajlandó voltam elkészíteni, és én azóta nem vettem húst a Penny-ben, sertés sem mertem venni, és most viszont ott a felvágottaknál éreztük, hogy annyira hideg jön a hűtőből. Én azt gyanítom, hogy rengeteg panasz lehetett, és hogy emiatt emelték meg a, vagy hát emelték, csökkentették a hűtőknek a hőfokát, úgyhogy nagyon jó hideg még most is a húsi és az összes felvágott. Na, lássuk akkor itt a második adagot, hát ez itt össze-vissza lesz majd. 849 forint jelen pillanatban a Penny-ben ez a light majonéz, ez egyébként vegánok is használhatják, mert hogy ugye nincsen benne tojás, vagy hát aki tojásra érzékeny, egyébként
Laktózmentes, gluténmentes és vegán, valamint hozzáadott cukrot sem tartalmaz. Egyébként változott neki az íze, egy kicsit olyan... mi is az? Olyan tormás íze lett neki, és szerintem sűrűbb lett, mint volt. Nem rossz, de hogy egy kicsit más az íze neki, úgyhogy nem is fogyasztok belőle annyit, mint egyébként előtte fogyasztottam. Na nem, mint hogyha sokat fogyasztottam volna. Na vettünk mégiscsak ilyen pékárút, egy teljes kiörlésű toszkenyér, de ezt nem így fogom megenni, hanem majd megszárítom, és akkor panírmorzsa lesz belőle, mert ugye most van cukkini, meg csillagtök, meg padlizsán, meg minden egyéb, több panírozott dolgot eszünk, és én nem csinálom kétféleképpen, tehát Gabi is ugyanúgy a teljes kiörlésű panírban kapja. Aztán egy kis cukkini utánpótlás, ugyan van anyuéktól is cukkini, de az nálunk soha nem elég. Tehát mi annyi cukkinit eszünk, hogy az elképesztő. Aztán Gabi meglette ezt a barna sört, mondta, hogy jaj, ő mennyire szerette régen a barna sört. Hát mondom, akkor hozzá. De hát nem fogja meginni, mert hogy van alkoholtartalma, hát van neki 5% alkoholtartalma, mondtam, hogy ezért hozzá legyet, hát remélem, hogy valamikor megissza, és ha már így a söröknél tartunk, akkor Gabinak ilyen 0%-os körte alma, ebből 2-3-at vettünk, nem is tudom pontosan, és van ez az alma grapefruit, ebből egyet vettünk neki, ugye már Bence sem iszta ezeket, mert van benne hozzáadott cukor. Aztán gyömbér, mert észrevettem, hogy kifogyott itthon, és pont kellett volna a múltkor. Fokhagyma, szárított fokhagyma, ebből van 2 is. Paradicsom, sűrítmény, ebből 3. Nagyon drága, mert ez is különben 200. Most akciós, azt hiszem 229 forint, de hogy egyébként már 3 környékén van. Aztán mák, ezt majd le kell darálnom, de van kávédarálom, a tesómtól kaptuk karácsonyra, és ugye azzal majd egy kis édesítővel beleteszem, mert szeretnék vagy mákos kalácsot készíteni magamnak, vagy hát Gabi is azt teszi, a diéta kompatibilisen, vagy pedig mákos tésztát, mert úgy tök kívánom a mákot, vagy mákos nudlit, vagy valami, tehát tök mindegy, csak hogy mákos legyen, úgyhogy ezért vettem ezt a mákot, és szerintem így... kevésbé hamar is romlik meg, mint maga a darált mák. Nem tudom különben, de azt gondolom. És akkor mindig annyit darálok, amire szükség van. Aztán most ez a dupla baba tusfürdő, azt hiszem 2300 forint volt, 675 millis. Szerintem ez így elég korrekt ár érte, mert hogy már nagyon drága. Úgyhogy vettünk Bencének ez a legjobb a bőrének, meg még egy valamit találtam a Lidl-ben, ami jó neki, csak hogy ott jártam, elfelejtettem venni, és már az utolsó van neki megkezdve, és hát pacsálja magára rendesen, ahogy most jelenleg nem fürdik, hanem zuhanyzik, úgyhogy ezért itt az utánpótlás. Ja, itt a Gabinak még sör. Na, aztán innivaló. Bencének vettünk ilyen sportitalt, ez hozzáadott cukor nélküli. Aztán Gabinak, ugye ez a kedvence, ez a banános csoki. Nem vette észre, hogy bedobtam a kocsiba, csak a pénztárnál látta. De ő azért vett magának egy másik nagy kedvencét, ezt a csokis kextrazsét, meg vett magának 2 ilyen csokikát. Ez a 200 valahány forintba kerülnek a csokik. Hát ez már nagyon drága, nem is tudom, 600 forint környékén van, mindegy. Ez viszont kuponnal akciós volt, 500 forint környékén van egy, és így 200 valahány forint volt a kuponnal. Ez ilyen, nem tudom, szerintem valami krémmel van megtöltve, meg még áfonya van hozzáadva, nem nézegettem. Gabinak azt mondta, hogy ezt majd meg is eszi ma, hát nagyon örülök neki, hogy megeszik 10 deka csokit, nem kéne. Na, aztán jön itt a diétás vonal, hát nem diétás persze sem, mert hogy van kalória meg szénhidrát tartalma. Ezen nincs feltüntetve, hogy teljes kiörlésű, de egész nyugodtan vásároljátok, hogyha cukorbetegek vagytok, vagy inzulinrezisztensek, vagy egyáltalán csak ilyen teljes kiörlésű dolgokat vesztek, mert hogyha megnézitek itt a hátulját, akkor teljes kiörlésű tönköly búzaliszta 67%-a,
Nem tudom, hogy miért nem tüntetik fel, jó lenne, ha feltüntetnék rajta az elején, de hogy ezt nyugodtan lehet venni, ez 200 valahány forintba került. Bence is szereti, én is szeretem, mondjuk nagyon keveset lehet belőle megenni, sajnos én meg tudnám az egész csomaggal. Aztán csoki, hát én nem nagyon eszem csokit, igazából ezt Bencének vettem, hogyha kívánna egy kis csokit, már vettem neki többfélét, de nem nagyon hajlik rá, de hát mégiscsak gyerek, tehát ha megkívánja a csokit, akkor legyen itthon olyan csokink, amit ő is ehet. Most akciós, ez a Vital Kex, nagyon-nagyon finom. Sajnos a csilis az nem kapható a Penny-ben, csak a paprikás, és ez a, nem paprikás, hanem milyen paradicsomos valamilyenes. Egyébként van még ezen kívül a csilis, az nagyon-nagyon finom, de azt én a Penny-be sosem láttam, viszont nekem ez a legnagyobb kedvencem, ez a sós. Úgyhogy ebből vettünk kettőt, és majd Bence is kap belőle, valamint ez a Vital hozzáadott cukor nélküli teljes kiörlésű korpás keksz. Ez hasonlatos a Korpovithoz, csak annyi, hogy még finomabb. Úgyhogy ezeket vásároltuk 37 000 forintért.